Ünnepi díjátadóra gyűltek össze a Pannonhalmi Szent Márton Bazilikában. Idén 19. alkalommal adták át a Szent Márton díjat, amit ezúttal a Szent Egyet közösségnek ítéltek oda. Ortobágyi Ciril bencés főapát ünnepi beszédében köszöntötte a megjelenteket és kiemelte, Szent Márton élete és emlékezete az 1700 év távlatából is útmutató és példaértékű. Szent Márton nekünk abban példaképünk, hogy nem lép ki a számára rendelt élethelyzetben. Benne marad a neki rendelt küldetésben. Amikor kell katona, amikor kell szervezet, amikor kell püspök. Nem lép ki a helyzetekből, de mindenhol elutasítja a hazug kompromisszumokat. Elutasítja a látszatmegoldást. Nem tapsol annak, amit nem látjuk. Minden élethelyzetben megmarad az ő hatalmat nem kimérő igazságérvete és a mérlegelésre nem ismerő irgalmasság. A köszöntő után egy ünnepi hangverseny kezdődött, amely évről évre tovább emeli az esemény színvonalát. Ezúttal a Budapest Szaxofon Kvartett és Kertesi Ingrid operaénekesnő előadásában hallhatott a közönség Bach és Handel átiratokat, illetve Handel operákat. A rangos díjátadón részt vett Michael August Blume apostoli nuncius is, aki ünnepi köszöntőjében elmondta, Ferenc pápa kitartóan hangsúlyozza, hogy minden megkeresztelt ember a kereszténység szentségéből fakadóan missziós tanítvány. Arra biztatott minden keresztényt, hogy menjenek ki az utcára és hirdessék a tanításokat. Az apostoli nuncius beszéde után adták át a Szent Márton díjat. A Szent Márton díjat az alapítók 2019-ben egyhangú döntéssel Magyarországi Szent Egyet közösségnek ítélték. A díjat Hortobágyi Ciril főapát, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója és a Bábolnai Nemzeti Ménes Birtok igazgatója adták át a Szent Egyet közösség képviselőinek. Akkor, amikor az ember ilyen elismerésben részesítik, akkor elkezd azon gondolkozni, hogy vajon méltó-e rá. Amikor egy közösség kapja ezt, akkor persze ez a gondolat másként vetődik fel. De a mi esetünkben ezt a kérdést könnyű megválaszolni. Az elismerést, a Szent Márton díjat nem mi kaptuk, hanem azok a szegények, akik közül egyben Szent Márton felismerte az Úr Jézust, és neki adta a köpenyét. A Szent Egyet közösség az idősek és a hajléktalanok felé tesz folyamatosan szolgálatot. A közösség a konkrét segítség mellett fontosnak tartja azt is, hogy a társadalmi kérdések kapcsán is megszólaljon és jelen legyen. A díjátadó az újbor és az új termény megáldásával, majd kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.